Isten szentek és halottak napja, így emlékeznek a római katolikusok. Átvették mandátumukat az új képviselők, november 12-én megalakul a Békéscsabai közgyűlés. Nagyszabású felújítás Békéscsabán, 150 millió forintból újul meg a polgármesteri hivatal. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Minden szentek napján, november 1-én ünneplik a római katolikusok az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket. November 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról, különösen a tisztító tűzben szenvedő lelkekről. Minden évben november 1-én minden szentekkor emlékezünk meg azokról, akik már üdvözültek. A katolikus hit szerint halottak napján azokra az elhunytakra gondolunk, akik még nem nyerték el az üdvösséget, hiszen még a tisztító tűzben vannak. Szigeti Antal plébános elmondta, számukra a halál csak a földi élet végét jelenti. Halottak tisztelete az minden kultúrában jelen van. Mi a halottakra nem úgy gondolunk pusztán, hogy emléküket őrizzük, hanem mint élőkre, akik már nem itt ugyan, de az örökké valóságban folytatják az életüket. Ez lényegében megkülönböztet bennünket azoktól, akik nem hisznek Istenben, nem hisznek az örökké valóságban. Harangozó Imre az újkígyósi népfőiskolán elmondta, régen az emberek fejében ott járt a boldog feltámadás reménye. A néprajzkutató hozzátette, amikor a sírok felett gyertyát gyújtunk, az a testet jelképezi, amely feláldozta magát a fény érdekében. Ellensúlyozni tudunk belső fénnyel. Éppen ezért viszünk a sírokra most gyertyát, és ez a gyertya önmagában is egy nagyon erős jelkép, Jézus Krisztus világosságának, Jézus Krisztus megváltó művének a jelképe. Oda tesszük a sírra, és azt kérjük az Istentől, hogy adj Uram örök nyugodalmat a meghalt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Minden szentek napján a katolikusok szent misét tartanak a békéscsabai belvárosi római katolikus plébánián 7, 10 és délután 17 órakor. Koszorúzással tisztelegtek a világháborúban elesett háborús hősök és mártírok előtt Békéscsabán csütörtökön. Ugrai Gábor, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke elmondta, a háború, a diktatúrák és a szabadságharc hősei áldozatok voltak, akik a remélt szebb jövőért adták életüket. Hazánk fiai emlékére, akik nem tértek vissza szeretteikhez többé a háborúból. A világháborúkban elesett hősökre és mártírokra emlékeztek Békéscsabán október 31-én. A haza védelmében elhunytak tiszteletére ökumenikus szentelést tartottak és áldást mondtak az egyházak képviselői. Áldott legyen Urunk azoknak az emlékezete, akikre ma hősként emlékezünk. Mindazoké, akik a szabadságért, egy jobb jövőért vállaltak harcokat és áldozták életüket. Áldunk, Urunk, azért, hogy megmutattad nekünk, a látszólagos győzelmen és veszteségen túl ott van a te ítélő szavad, amely nem a földi mulandóságra, hanem az egész örökké valóságra érvényes. A háborúk, a diktatúrák és a szabadságharc hősei áldozatok voltak, akik remélt, szebb jövőért adták életüket. Ezt már Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke mondta. A hősökről és mártírokról beszéltem, azokról a hősökről és mártírokról, akik soha nem akartak hősök lenni és mártírok lenni, hiszen gondoljuk bele, hogy ők egy életük volt, családjuk volt, jövőképük volt, és mindez ketté törte ezt a 20. század, de gyakorlatilag ők úgy lettek hősök és mártírok, mint ahogy minden kornak a hősei és mártírjai, hogy nem akartak azzá lenni. Ugrai Gábor azt is hangsúlyozta, hogy az első és második világháborúnak több ezer Békés megyei és Békés Csabai áldozata volt, akik életüket adták a hazáért. Hozzátette, civil áldozatai is voltak a nagy háborúknak, például amikor 1944-ben a németek lebombázták Békés Csaba vasútállomását, több száz civil vesztette életét. A résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait az emlékműnél, valamint mécseseket is gyújtottak az elhunytak tiszteletére.
A megemlékezők Kovács Zoltán honvéd alezredes és Harmati Imre rendőr alhadnagy emléktábláját is megkoszorúzták. A kompenzációs lista jogerőre emelkedésével hétfőn délután véglegessé vált az önkormányzati választás eredménye. Ezt követően csütörtökön a békéscsabai képviselők átvették megbízó levelüket a Városháza dísztermében. Dr. Kis Gyula, a békéscsabai helyi választási iroda vezetője ismertette, hogy a 8-as számú választókerület eredményével kapcsolatban jogorvoslat volt folyamatban, amelynek a jogerős lezárása október 24-én 16 órakor történt meg. Ezzel a 12 választókerület eredménye október 24-én lett jogerős. Ezt követően a helyi választási bizottság október 25-én megállapította határozatában a kiosztható kompenzációs mandátumoknak a számát, illetőleg a mandátumot szerzett képviselőknek a nevét, és ez a döntés 2019. október 28-án 16 órakor emelkedett jogerőre, ami azt is jelentette, hogy Békéscsaba megyei jogú városban ettől az időponttól állt be a választásnak a teljes jogerős eredménye. Gojdárné dr. Balázs Katalin, a Békéscsabai Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a közgyűlésbe bekerült képviselők névsorát, majd egyenként adta át mandátumukat. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy Békéscsaba egy komplex fejlesztési folyamat közepén van, amelyet az újonnan alakuló testület munkájával szeretnének folytatni. A fejlesztési projektek nem fejeződtek be az előző éves ciklus lezártával. Sok olyan beruházásnak a közepén vagyunk, amely nagyon fontos a város szempontjából. Kerékpárutak, óvodák, védőnői centrum újul meg, az M44-es építése folytatódik, az ipari parkok létrehozása folytatódnak. Dr. Ferenci Attila, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy a választópolgároktól kapott bizalom kötelezi a testületet arra, hogy tovább fejlessze Békéscsabát a következő ciklusban. Hatalmas fejlesztések valósultak meg Békéscsabán az elmúlt 5-10 évben is, és természetesen szeretnénk ezeket folytatni. Tovább folytatódna a Modern Város program, illetve a területi operatív program keretében, ami még nem valósult, meg itt mondhatnék például óvodákat is többek között. És nyilván minden olyan lakossági igényt, ami a fejlődést, a fejlesztést, a modernizációt szolgálja, szeretnénk támogatni. Fülöp Csaba, az MSZP-LMP-MLP önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy az előző ciklusban elkezdett munka iránymutatásként szolgálhat az előttük álló években. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdek, hogy egy széleskörű együttműködés legyen a közgyűlésben, és ez a 17 képviselő, aki itt van, célokért, ügyekért együtt tudjon dolgozni, hiszen Békéscsabáért dolgozunk mind a 17-en, a 12 egyénileg megválasztott képviselő, az 5 listás képviselő is. Ugye nyilván az egyéni képviselőknek, hogy ott vannak a körzetben lévő feladatok, azok a prioritások, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mind a 17-ünknek Békéscsaba a legfontosabb. Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba megyei jogú város jegyzője ismertette, hogy november 12-én lesz a közgyűlés alakuló ülése. Közel 300 millió forintból újul meg Békéscsaba megyei jogú város polgármesteri hivatala, valamint a Családsegítő Központ. A terület és település fejlesztési operatív programban elnyert támogatás segítségével teljesen korszerűsítik a két önkormányzati épületet. Javában zajlik a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ felújítása a terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 109 millió forintból. A kivitelező az energetikai korszerűsítés részeként az épületben kicserélte a régi nyílászárókat, valamint a fűtésrendszer is teljesen megújult. A lakazán eddig elkészült elemeit látjuk, az osztógyűjtőkört, a keringtető szivattyúkat, előjelentve visszatérő vezetékeket, a Fisman, Fitodenzázas új kazánt. A projektvezető elmondta, a beruházás 2020. július végén fejeződik be. Hozzátette, az épületben dolgozók munkáját nem akadályozza az ütemezetten végrehajtott korszerűsítés. Folyamatos üzem alatt van az épület, ez nem is tudom, 40-50 alkalmazottat jelent. Ez irodára leütemezetten haladt, 2-3 napra volt szükség 2-3-4 irodára, a nyílászáró darabszától függően, addig kiköltöztek, mi megcsináltuk a munkákat, szükséges javítási munkákat, festések, majd visszaköltözve és a következő ütem, és így tovább.
másfél hónapig zajlott így az 5 szinten, a földszint és a 4 emeletet beleértve a nyilászárócsere. Ez már a Békéscsabai polgármesteri hivatal épülete, mely egyike annak a 10 önkormányzati intézménynek, amelynek felújítása jelenleg is zajlik a megyeszékhelyen. Itt többek között napelemes rendszert is telepítettek az épületre. Elkészült már a zárófödémnek a szigetelése, tehát a tetőfödémnek a szigetelése. Másrészt a polgármesteri hivatal épülete alatt nagyon jelentős nagyságú pince van, és a pincefödémnek a szigetelését is a projekt keretében megoldottuk. Az épületnek a teljes körű fűtéskorszerűsítését is elvégeztük, ami egy hőszivattyús rendszernek a kiépítését jelentette. A cégvezető hozzátette, hogy hátra van még az akadálymentes vizes blokk kialakítása, amelyet a kivitelező jelenleg készít. A fejlesztés befejezésének határideje 2020. május vége, azonban dr. Sódor Anita szerint a kivitelező cég korábban is befejezheti a munkálatokat. Elindult a Látni és Látszani kampány. Az országos közlekedésbiztonsági akcióhoz nem csak a szerelőműhelyek, hanem számos optika is csatlakozott. A látszerészek elmondása szerint kiemelten fontos, hogy a közlekedők ne csak látszanak az úton, hanem lássanak is jól, és ha gond van valaki szemével, azt szakértő segítséggel minél hamarabb orvosolják. A kampányban résztvevő optikák ingyenes látásvizsgálattal és tanácsadással készülnek. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Szervusz, Szabolcs! Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok a nézőknek. Ugye, hogyha jobban belegondolunk, azaz, hogy látjuk is magunk körül, most már a nappalok ugye rövidebbek, hosszabbak az éjszakák, és nagyon sokszor találkozhatunk megváltozott útviszonyokkal, szürke, ködös, párás idővel. És ha jobban belegondolunk azért, hogyha egészséges a szemünk, vagy jó a látásunk, akkor is vannak előttünk olyan akadályok, amiket nehezen vélünk felfedezni, vagy nehezen látunk meg, hát főleg akkor, hogyha valami problémánk van a látásunkkal. Ugye a Látni és Látszani kampány első részére, a látásra fókuszálunk most, és én Tuska János optometristához fordulok. Ugye, hogy látjátok egyébként, mindenfajta és mindenféle szembetegség vagy probléma azért komoly veszélyforrást jelenthet magában a közlekedésben, de mi az, ami tényleg kiemelten veszélyes lehet, és hogyan tudjuk esetlegesen kezelni? Így van. Vannak olyan változások a szemben, ugye változik a dioptria idővel, 40 éves kor felett nehezebben alkalmazkodik a szemünk, ugye az éjszakai vezetéshez, köthöz, bármi, és ilyenkor előfordulhat az, hogy nem úgy időben mérjük fel ugye a megfelelő szituációt a közúti forgalomban, ezáltal a reakcióidőnk megnövekedhet. És ezáltal balesetveszélyes helyzeteket tudunk így teremteni, amivel nem csak magunkat, hanem másokat is veszélybe sodorhatunk. És ezért is nagyon fontos ebben a kampányban, hogy minden évben legalább egyszer, hogy a járművezetők jöjjenek el hozzánk, az optikusokhoz, akik regisztráltak ebben a kampányban, és ellenőriztessék a látásukat. Vannak-e olyan tanácsok, amiket itt adtok, és ténylegesen mondjuk úgy, hogy laikus, vagy mi nem is gondoltunk volna rá? Igen, én például azt a tanácsot szoktam adni, amikor jönnek hozzám, hogy ugye dolgoznak egész nap számítógéppel, nagyon sokan irodában. Majd beülnek az autóba, és nagyon rosszul látnak egy ideig. Ez azt jelenti, ez általában 40 éves kor körül van, amikor ugye az alkalmazkodó képességünk arra fokozódik, hogy nézzük a monitort. És idővel ugye a szemünk elfárad, és amikor munka után picit fáradtabban beülünk az autóba, akkor nem olyan jól látunk távolra. És ilyenkor ez már jele annak, hogy valószínű, hogy kell egy közeli szemüveg, vagy egy távoli szemüveg. Nagyon szépen köszönjük. Tehát ahogyan hallottuk, a Látni és Látszani kampány az elindult, és nagyon sok optika és szemorvosi centrum csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Ilyenkor ingyenes szemorvosi vizsgálatok vannak, illetve ahogyan hallottuk, még jó tanácsokat is kapnak azok, akik ezekhez az optikákhoz fordulnak. Kultúrával folytatjuk. Teltházas volt a Filharmónia évadnyitó hangversenye a Csaba Gyöngyében. A Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen, Bach 5. brandenburgi versenyét és Beethoven 9. szimfóniáját adta elő. A Kodály Filharmonikusok Debrecen 1923-ban alakult. Neve akkor debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar volt. Hamarosan az ország első számú vidéki szimfonikus zenekarává vált. A kórus 1955-ben alakult. Először a Zeneművészeti Szakiskola énekkaraként működött, és 1971-től vált hivatalos együttessé.
Az énekkar folyamatosan kapcsolatot tart a világ vezető karnagyaival és karmestereivel. Fontos elv, hogy a zenekar vezető tagjai folyamatosan kapjanak szólista elemeket. Köcski Balázs fuvolista szólót játszott az est folyamán. A zenész elmondta, hogy ez egy nagyon fontos lépés a zenekari pályafutásában. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy már a tavalyi évad végén játszhattam Brandenburgi 5. versenyt Johann Sebastian Bachtól, igazgatóra Somogyi Tóth Dániellel és a koncertmesterünkkel Alexáné Kardos Ildikóval. 2011. májusa óta Somogyi Tóth Dániel az igazgató művészeti vezető, egyben a Kodály Filharmonikusok új arculatának létrehozója, aki a két együttest összefogó intézmény, a Kodály Filharmónia élén áll. Az elmúlt 8 év alatt meg 10-szereződött az eladott bérletek száma, illetve a koncertlátogatók száma a sokszorosára emelkedett. Az igazgató elmondta, hogy ez a siker egy nagy, közös munka eredménye. Azt gondolom, hogy olyan műsorpolitikát csinálunk, és olyan művészekkel dolgozunk, és olyan módon dolgozunk, hogy a közönség hát értékeli, és szereti, és el is várja tőlünk azt a fajta figyelmet, zenére koncentrálást, amit mi is elvárunk egymástól a kollégáimmal. És hát szerintem ez a zene szeretete, és az élmény adás öröme az, ami összeköt bennünket a közönséggel, és ami folyamatosan bővíti a látogatóink számát. A Debrecen fűzene igazgatója elmondta, hogy amikor Békés Csabára jön, mindig olyan, mintha hazaérkezne. Éveken keresztül dolgozott Békés Csabán, és nagyon szereti az itteni közönséget. Sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki mérkőzésére készül a Békés Csabai Előre NKS-e csapata a női kézilabda NB1-ben. Horváth Roland együttese a több magyar válogatott játékossal és külföldi világklasszissal felálló Siófok otthonában látogat. A Békés Csaba szerdán magyar kupa mérkőzést vívott, szintén idegenben az Esterházy SC ellen Egerben. A fehérmezes csabaiak szinte az egész mérkőzésen vezettek, 5 perccel a mérkőzés vége előtt pedig még 4 gólos előnyben voltak. Az NB1B-ben szereplő egriek azonban nem adták fel, és az utolsó másodpercben kiegyenlítettek. A magyar kupa kiírása szerint döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut a következő fordulóba, így a Békés Csaba kiesett a sorozatból. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb tanulság, hogy a végletekig csapatként kell harcolnunk, és nem egyéni játékosokból áll ez a csapat, hanem tényleg csapatként együtt végig küzdve kell végrehajtanunk ezt a mérkőzést, és ez az utolsó másodperces gól teljesen leéri az egész mérkőzést. Kukely Klára, aki Anna ikertestvére, ebben a szezonban csatlakozott a felnőtt csapathoz. Saját bevallása szerint mindenki támogatja abban, hogy minél gyorsabban beilleszkedjen és segíteni tudjon a csapatnak. A fiatal játékos nehéz mérkőzésre számít a Balatonparti együttes ellen. Ugye a Siófok egy elég világsztárokból álló csapat, ezért úgy gondolom, hogy nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkozni, kijavítani a kisebb hibákat, és játszanunk kell. A Siófok Békés Csaba bajnoki mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a siófoki Kis Szilárd sportcsarnokban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!